A házassági szerződés az iszlámban. A házassági szerződés felek között létrejövő jogi aktus, tehát nem szentség. Talán furcsa, de a házassági szerződés tartalmazza azt a feltételrendszert, ami akkor jut érvényre, ha a házasság nem sikerül és válláshoz vezet. Ebbe minden olyan feltételt bele lehet, sőt kell írni, ami a Koránnal és a hadisszal konform, tehát nem megy ezzel szemben, és a felek jogait rögzíti. Ahogy a hadiszok mondják, minden olyan feltétel, amely nem szerepel Allah könyvében semmis, még akkor is, ha 100 feltétel létezik. Egy másik hadisz, a muszlimok maguk határozzák meg feltételeiket, kivéve azt a feltételt, amely lehetővé teszi a harámot, vagy megtiltja a halált. A házassági szerződés magába foglalja a hozomány nagyságát, ami nem a nő vételára, tehát nem megy át a nő apjának tulajdonába. Ez a nő magántulajdona, amihez a férfinek akkor sem lesz köze, hogyha közös életet él a feleségével. Ez egy akkora összeg vagy vagyontárgy, amellyel a nő új életet kezdhet, ha válláshoz vezet a kapcsolatuk. A házassági szerződés tartalmazhatja a második, harmadik feleség lehetőségét a férj számára. Ha ezt nyitva hagyják, akkor ott a lehetőség, hogyha itt kikötik azt a feltételt, hogy nem lehet, akkor a férj nem nősülhet másodszor, harmadszor. Nem lehet több nejű. A házasságba bevitt vagyontárgyak, tehát melyeket a felek a házasság előtt szereztek, azok magántulajdonok, nem tekinthetők közösen szerzett tulajdonnak. Az sem közös tulajdon, amelyet a házasság ideje alatt a felek ajándékba kaptak. Az a közös tulajdon, amelyet a házasság alatt együtt szereztek meg, még akkor is, hogyha a férfi dolgozott az üzletben, hozta haza a jövedelmet, és a nő háztartásbeli volt. Akkor is a nő része ott van és szerepel a házassági szerződésben, ugyanis a nő beszállása az üzletbe éppen az volt, hogy a háztartási munkát elvégezte, tehát neki rész jár a férfi jövedelméből akkor, ha felosztásra kerül a válláskor a jövedelem. Szintén a házassági szerződés köti ki, hogy kik lehetnek azok a személyek, ha a kapcsolat megromlik, képviselik mindkét felet, és tárgyalják le a válás eseményét, és rögzítik annak tényét. Ezek a vakílok, azaz, hogy megbízott személyek, képviselők. Nos, látjuk azt, hogy gyakorlatilag a házassági szerződés, ez egy nagyon modern felfogású szerződés, amelyet a mai korokban is sokszor követnek, hogyha közjegyző előtt kötnek úgymond élettársi vagy vagyonmegosztási egyéb megállapodásokat, amely akkor jut érvényre, ha a kapcsolat megsemmisül. Amennyiben a házassági szerződés konform, tehát összhangban áll az európai törvényekkel, ugyanezt közjegyző előtt lehet hitelesíteni, és az európai joggal is érvényesítetni lehet. Ezt javaslom mindenkinek. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.